érkeznek a vándorló madarak. Az Arcus tábora. Egy csodálatos rét Újvidék közelében. Látogatók a Rákosi Vipera Védelmi Központnál. A hűvösebbre forduló idő és az őszi esők hatására lassan újra benépesülnek a tómedrek és a körülöttük lévő rétek. A korábban itt költött madarak átadják helyüket az északról érkező és néhány hétig itt pihenő madárrajoknak. November elején várhatóan ismét vonuló madárcsapatoknak ad átmeneti otthont a Kishunsági Nemzeti Park néhány vizes védett területe. Évtizedek óta kutatják az ornitológusok, hogy a hideg és a táplálékhiány elől délre húzódó madarak hogyan tudnak tájékozódni ködben, esőben és még éjszaka is. Mára bebizonyosodott, hogy a Föld mágneses erővonalai vezetik őket, amelyek mintegy bevésődnek az első utazások után az emlékezetükbe. Az még megfejtésre vár, hogy hogyan tud némely madárfaj akkora energiát felhalmozni néhány dekagramos testébe, hogy akár 1000-1500 kilométeres távot is repüljön, leszállás nélkül. Az idén a szárazság miatt előreláthatóan kevesebb madár választja pihenőhelyként a Duna-Tisza közi, régebben víz járta helyeket. Remélhetően az amatőr vonuláskutatóknak azért ritka érdekes látványt nyújt egy-egy több ezres, esténként érkező, majd hajnalban felkerekedő madárcsapat megfigyelése. Ehhez a Nemzeti Park szakemberei segítséget is tudnak nyújtani a megfigyelő tornyokhoz történő kalauzolással. A 27. alkalommal tartotta meg a Topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület ismeretterjesztő és környezetvédelmi táborát, az Ökokampot. A több mint 40 résztvevő 5 szakcsoportban kutatta környezetünk élővilágát. Idén az ornitológiai, herpetológiai, valamint a pók és rovartani szakcsoport iránt volt leginkább érdeklődés. A tábor célja az élmény alapú oktatás, a közvetlen környezetünk megismertetése és védelme. A táborhoz közeli Büdös-tóz cseppés partján kutatták és tanulmányozták a táborlakók a rovarokat. Hálóval és talajmenti megfigyeléssel több fajt is sikerült felkutatni. Amikor a hálóba így felkaszáltuk, így a bogarakat, pókokat, aztán megnézzük, hogy mi van a hálóba, és most például a daráspók volt, amit én még így nem fogtam. A jellegzetes fajok, amiket itt megtalálunk, a különböző szöcskék, sáskák és a velük táplálkozó daráspókok, a réti farkaspókok, a szongáriai csellőpók vagy a pokoli csellőpók is itt előfordul, és még rengeteg más farkaspókfaj. A herpetológia szakcsoport, azaz a hüllőkkel és kétéltűekkel foglalkozók sem unatkoztak. Most láttunk kecskebékát, erdei békát, meg vízisiklót. Nem, én nem félek tőlük, egyiktől se. És nagyon tetszett a vízisikló. A kecskebéka nemét úgy kell megállapítani, hogy megsimogatjuk a fejét. Ha brekeg, akkor hímről van szó. A siklót is könnyen fel lehet ismerni. Többek között ezt is megtanulták a gyerekek. Nagyon könnyű felismerni a hasán a zongora mintázatról. Ez mindegyik példányon egyedi, szóval ez alapján be is lehet őket azonosítani. Szokták őket fényképezni, régebben rajzolták őket a mintát, de annyira itten ezt nem szoktuk csinálni. Érdekesség még ennél a fajnál, hogy ezt a nyakán, ezt a két félhold alakú mintát, ki tudja nyomni, hogy viperára hasonlítson. Ezért nagyon sokan megijednek tőle, hogy ez vipera vagy valami, de nem itt mi térségünkben nem él semmilyen mérges kígyó. A nagy szárazság egyes fajok felkutatásában nehézséget okozott. A héten fürgegyikkal találkoztunk, faligyikkal, erdei békával, kecskebékával, vízisiklóval. Tegnap a délutáni órákban megindultunk barna ásóbékát keresni,
Körülbelül 40 vakon túrást, illetve ilyen üregét kibontottunk, és a 40-ből 17-8-ra, amire biztos azt tudjuk mondani, hogy igen, lakott, meg van 3-4, amire olyan 50%-ban mondjuk rá, hogy lakott, de viszont sehol nem találtunk békát. Ez annak is köszönhet, hogy a szakirodalom szerint ugye, ha nagy szárazság van, ez a békafaj elássa magát, és 1-2-3 hónapig is akár elásva tud lenni, és akkor a nagy melegben nem jön elő. Ez egy jó kis hely, minden évben akartunk megállítani hálót. Az ornitológiai szakcsoport a madarakkal foglalkozik, speciális háló kihelyezésével fogják be a tóparti nádasban őket. Aztán a másik szárnyáról, és legvégül veszik le fejéről. A harmadik éve vagyok itt, a madarás csoportban. Szoktam segítkezni a Jocinak szedni a madarakat, amikor szoktunk nézni, akkor én rendszeresen kell nézni, mert némelyik, az például amikor egy dél körül van, akkor némelyiknek nem szabad így sokáig kint lenni, mert akkor véletlenül nehogy főforjon az agyvízük, vagy valami, ezért akkor össze tudtuk húzni a hálót, és akkor délután úgy később már szétengesünk, hogy már hűvösebb van. A befogott madarakat megmérik, feljegyzik az adataikat, gyűrűzik, majd szabadon engedik őket. A cserregő nádiposzáta, foltos nádiposzáta, nádirigó, barátposzáta, kékcinege, színcinege jellegzetesek a topolyai tó környékén. Az idei tábor felfedezése, hogy megállapították, megtelepedett a fülemülesitke is. Ez az egyik legritkább nádénekes madárfajunk, és az azt jelenti, hogy a természetesség a területnek magasabb, illetve ugye egyértelműen, tehát ezekre az öregeves nádasokra utal, hogy ezeknek az állapota kielégítő mindenképp, és megfelelő ennek a madárfajnak a megtelepedéséhez, és ez bizonyítja az is, hogy a barkos cinege állomány és a topolyai tavon megnőtt, tehát az utóbbi 3 évben igen nagy számú barkos cinege költ a területen, tehát az állomány nem mondom, hogy robbanásszerűen, de egy hirtelen emelkedést mutatott, ami azt jelenti szintén, hogy az öregeves nádasok most már beálltak, és hosszú-hosszú idő után kezd kialakulni egy olyan madár közösség ezekben a nádasokban, ami lehetővé teszi a ritkább fajoknak is a megjelenését, illetve tudnak érvényesülni, költeni ezeken a területeken. Ugye követik, találnak az autó tetejére egy antennával, és akkor... A táborban az élmény alapú gyakorlati tanuláson van a hangsúly. A tábor célja a közvetlen környezetünk megismertetése és a környezetvédelemre való nevelés. Beszélhetünk mi trópusi fajokról, meg hogy mennyire vannak veszélyben, de ami a legfontosabb, tehát amit az egyesületünk is így közösen ezt az álláspontot vallja, hogy igenis meg kell ismerni a környezetünkben levő növény- és állatvilágot, hiszen itt a környezetünkben tudunk tenni valamit értük, tehát valamilyen szinten megvédeni őket. A szervezők elárulták, a tábort jövőre is megtartják, a szakcsoportok maradnak ugyanazok jövőre is, annyi eltéréssel, hogy beindítják a természetfotós szakcsoportot is, amely a természetfotózás iránt érdeklődő középiskolások és egyetemisták számára lesz nyitott. Újvidéktől mintegy 20 kilométerre délkeletre, a Duna bal oldalán húzódik a kaboli Pétervárady rét. Mintegy 6000 hektáron nyújt életteret közel 170 madárfajnak, 50 féle halnak, értékes és ritka növényeknek, a mocsaras vidékek élővilágának. Kabol és a kaboli rét közvetlenül az E75-ös autópálya mellett fekszik Vajdaságban. A nagy kiterjedésű rétet valójában a környékbeliek ismerik legjobban. Szélesebb körben nemigen tartják számon a vajdaságiak. Első alkalommal 1971-ben kapott védettséget, akkor csak 40 hektárnyi területen, a mocsári madarak miatt.
prvi put dobija status specijalnog rezervata prirode 1998. godine, kada se donosi uredba Vlade Republike Srbije i ovo područje se proglašava, znači, za specijalni rezervat i dobija status prve kategorije, a to su prirodna dobra koja su od izuzetnog značaja za Republiku. Tada je površina rezervata bila blizu 5000 hektara, a upravljanje je bilo povereno javnom preduzeću Srbija Šume. 2009. godine Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izvršio reviziju prirodnih vrednosti i konstatovao da postoje elementi da se površina rezervata poveća sa 5000 na skoro 6000 hektara i to pripajanjem Krčedinske Ade i dela Gardinovačkog Rita. Rezervat danas ima blizu 6000 hektara, upravljanje je povereno javnom preduzeću Vojvodina Šume preko ogranka dela preduzeća Šumskog gazdinstva Novi Sad, a na području rezervata je ustanovljen trostepeni režim zaštite. A rét gazdag élővilággal rendelkezik. Az ornitológusok örömmel töltenek itt néhány napot, de akár egy-két hetet is. A területen hatalmas a gólya populáció. Szürke gémeket is lehet számlálni, valamint megtalálható a területen a rétisas, a fekete gólya és a cigány réce is. Ove vrste su zaštićene ne samo na nacionalnom, već i na međunarodnom nivou. Mi kao upravljači vršimo strogu kontrolu u postupku monitoringa gnezda orla belarepana, koje se znači redovno prati i evidentiraju se sve pojave na terenu. A területen horgászbottal szabad halat fogni. Ezek a vizek bővelkednek mindenféle halban. Azonban hálóval halászni tilos. Kovinsko-Petrovaradinski rit i prirodno riblje plodište, i to jedno od većih i značajnijih na srednjem toku Dunava. Zavod za zaštitu prirode je evidentirao 24 različite vrste riba. Uglavnom se radi o ribama iz porodice šarana, a u granicama rezervata je proglašeno i ribarsko područje Kovinsko-Petrovaradinski rit. S obzirom na činjenicu da se radi o prirodnom ribljem plodištu i da je još i u granicama zaštićenog područja, na području rezervata se isključivo dozvoljava sprovođenje rekreativnog ribolova uz pribavljenu adekvatnu dozvolu. A rezervátumban számos hüllő és emlős él, ugyanakkor jelentős a terület flórája is. Veoma je važno napomenuti da se u šumskim ekosistemima nalaze upravo ti očuvani fragmenti autohtonih domaćih crnih i belih topola, vrba, bresta, jasena i hrasta. Zatim na šumsku vegetaciju se nadovezuje livatska, barska i močvarna, gde je veoma važno napomenuti beli i žuti lokvanj, koji su autentični za ovo područje, a ujedno su i zaštićeni kao strogo zaštićene vrste. Zatim dominira rogoz, trska, barske perunike, kao i mnoge, mnoge druge vrste koje se mogu naći na ovakvom barskom staništu. Évközben számos turista látogatja meg a védett területet és a falut, valamint az általános iskolások minden tavasszal egy természetvédelmi óra keretében az egy kilométer hosszú tanösvényt bejárva megismerkedhetnek a vidék élővilágával. Több mint 50-en gyülekeztek Kumpeszéren, hogy gyalogtúrán vegyenek részt, amelynek célja a településtől néhány kilométerre létesített Rákosi Vipera védelmi és bemutató központ felkeresése volt. A túrázók a dr. Vadász Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetője, röviden tájékoztatta az itteni természetvédelmi terület különleges értékeiről, a veszélyben lévő állatfajokról, és arról, hogy mi sodorta a kipusztulás szélére a meglehetősen ritka kígyófajt. Magyarországnak jelen pillanatban a legnagyobb űrgeállománya itt fordul elő a Felső Kiskunságban. Ugye ő az űrge, egy pici kis rákcsáló. Az, hogy miért van itt a legtöbb, annak két oka van. Az egyik az, hogy a legnagyobb állományok, amelyek az Északi-Középhegység peremén voltak, azok kipusztultak. Régen voltak legelők, amiket felhagytak, elcserjésedett az űrge, meg kipusztult. Tehát az űrge a fásszárú növényekkel borított területeken már nem él meg. Tehát gyakorlatilag úgy lettünk az elsők,
hogy az elsők azok eltűntek. Tehát szomorú, de most már ugye itt van a legnagyobb állomány, és mi továbbra is legeltetéssel tartjuk fent az ürgés élőhelyeket. Itt hagyománya van az állattartásnak, tehát azt lehet mondani, hogy magában a terület kezelésben van kódolva az, hogy az ürgének jó lehet. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Duna-Tisza közén, illetve a Duna mellett, hogy megyünk fel, egészen a Bécsi medencéig jelen volt a vipera. Hát a viperát úgy gondoljuk, hogy alapvetően a kaszálás pusztította ki. Mindemellett, amikor már kicsik voltak a populációk, akkor a célzott gyűjtés az megföltette az íre a pontot. Ugye a gazdag és elkötelezett gyűjtők azok vagyonokat fizettek már régebben is egy-egy ilyen ritka faj példányáért, már mint preparált példányáért. Tehát Angliában több ezer Magyarországról származó korábban gyűjtött viperával lehet találkozni magángyűjteményekbe. Felhívta a figyelmet az itt még szép számmal élő gyíkokra is. Ugye itt a zöld gyík van, de itt van legalább három másik faj, ugye az eleven szülőgyík, a fürgegyík és a homokigyík, hát különböző típusú élőhelyekhez kötődnek. Azt lehet mondani, hogy akárcsak a vipera, a gyíkokra is igaz az, hogy hát a kaszálás jelentősen visszaszorítja őket, valahonnan ki is pusztíthatja őket. Tehát azt lehet mondani, hogy ha rendszer szintjén, ökoszisztéma szintjén szeretnénk fenntartani ezeket az élőhelyeket, a lehető legfajgazdagabb módon, akkor sajnos a kaszálást alapvetően el kell kezelni. És végül, de nem utolsó sorban azt szeretném elmondani, hogy egy olyan területen vagyunk, ahol nagyon sok vizes élőhely van. Ha belenézünk, ugye most vizet nem látunk, egyrészt mert nyár vége van, másrészt meg egy nagyon aszályos év van. Itt, ezen a mélyebb részen, ugye a kákából, a nádból lehet látni, hogy korábban volt víz. Itt egy jó évben, májusban olyan 1 méter 20 centis víz van. A túrázókat a Védelmi Központ vezetője várta, de előtte még rövid tájékoztatót adott a mostani eredményekről. 180 állatunk született, 4 halottunk volt, tehát egész jó arány volt. Érdekes módon nagyon gyorsan lement a szülés, valószínűleg ez a nagy melegnek volt köszönhető. Máskor azért jobban elhúzódott, itt 2 hét alatt pikpuk le megszült az összes nőstény. Hát van a központban egy olyan 500 kígyó, tartjuk őket ugyanúgy, kibocsátottunk idén is, vagy 40-et körülbelül, hát megy a program tovább, folytatjuk a kitelepítést, ugye ez a célja ennek a programnak, hogy a kinti állományokat megerősítsük. Szólt a klímaváltozásnak a kígyókra gyakorolt kedvezőtlen hatásairól is. Kellene a víz mindenképpen, a csapadék nekik is, ugye, hogy ne száradjanak ki ezek a területek, hát reméljük, hogy azért annyira durva klímaváltozás nem lesz, hogy ez a faj teljesen kipusztul erőfeszítéseink ellenére. A túrázóknak Pécsi Tamás előadást tartott a viperák felfedezésének és megmentésének történetéről, valamint a központ működéséről. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár ezeknek a kis kígyóknak a harapása kellemetlen gyulladást okozhat, de semmiképpen sem halálos. Mivel félénkek és rejtőzködő életmódot folytatnak, az emberek számára nem jelentenek veszélyt. Pécsi Tamás felügyeletével és segítségével a látogatóknak ritka élményben is részük lehetett. Megérinthették a ritkán látott vipera testét, és megcsodálhatták az újszülött, alig néhány gramos kis viperákat is.